akkor egy utolsó történet következik a számokhoz. Hát egy 3 évvel ezelőtt van egy német újság, Sonntagsblatt a neve, és a Gutrichard, az újságíró eljött egy ilyen zenekari próbára hozzánk, és csinált a zenekarról egy riportot. És hát a zenekari próbákat itt a kiskonyhába szoktuk tartani, a nagypapámnak a régi kiskonyhája, itt hátul összeszoktunk itt ülni, és akkor zenélünk, elhívtuk a Richardot, hogy ott akkor fölvegye a riportot, és azt mondta kérdése, hogy hát, hogy mi a véleményünk, hogy a magyarországi németségnek mi a jövője, mondjuk valamit, hogy mi mit gondolunk erről. És hát igazából így ott ültünk, mi mondtuk, hogy ilyen nagy dolgokra mi nem akarunk válaszolni, mi zenélni jöttünk össze. Hát nézzen körbe, itt kedd este van, a legfiatalabb zenész az 20 éves, a legidősebb zenész meg 90 éves, ott ült a nagypapám. Úgyhogy nekünk ez a válaszunk erre, és a következő számot elénekeltük neki, és mondtuk, hogy írjál, amit szeretnél, én nekünk ez a válaszunk. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel a Cájzirány című számot, ezt is a nagypapámtól gyűjtöttük még annó. Mögt einmal spazieren gehen, wohl in den schönen Meerenabend. Ich möcht einmal spazieren gehen, wohl in den schönen Meerenabend. Drum ist mir ein Zeiselein gegangen, wohl in den schönen Zeiselein gefangen, wohl in den schönen Quirlmut. Ich nahm das Zeiselein mit nach Haus und schmier's in einem Vogel aus. Ich nahm das Zeiselein mit nach Haus und schmier's in einem Vogel aus. Ein Zeiselein warum tust ich singen, wohl in den schönen Vogelhaus. Ein Zeiselein warum tust ich singen, wohl in den schönen Vogelhaus. Pfeifen, ich bin zum Sterben krank, ich heil. Ich kann nicht singen, ich kann nicht pfeifen, ich bin zum Sterben krank, ich heil.